akkor levettük az összeset, akkor visszament. Nem biztos, hogy egészen oda ment vissza, mert fölmelegedett, meg mit tudom, nem? Szóval hiába volt hőkompenzált, azért voltak hibák benne, de mégiscsak le lehetett mérni, hogy visszament. A változást. Én csak arra voltam kíváncsi, hogy van-e nagy változás, vagy így volt. És ez nem más, mint a gravitációs hullámok mérése. Ennek az ócska vasdarabnak, ami itt van, azért van ráírva, hogy fe. Miért is van ráírva, hogy fe? Ferrum, igen, igen, én arra voltam kíváncsi. Nem csak azért, mert vas, hanem azért, mert ferrum, és itt is ferrum van rajta, látod. Tehát egy ilyen ócska vasdarab is elegendő a gravitációs hullámok kimutatására, mert ráteszem, leveszem, és látszik az nagy változás. Engem most nem az érdekelt, hogy pontos legyen a változás, hanem jól mérhető, nagy eltérés legyen. Engem csak ez érdekelt. Hogy tudom-e mérni ezeket a gravitációs hullámokat, amik ebbe az alumínium csőbe belemennek, belülre, és ott optikailag megváltoztatják a fény útját. Mert ebbe a vasdarabba, ebbe a lukba más a sűrűsége a térnek. Miért? Mert sok atom veszi körül, a vas azért nehéz, mert sok atom van benne. A hidrogénből állna, de ilyet nem lehet csinálni. De a hidrogénből állna, ugye akkor, vagy dinamitból, ami könnyebb, abban kevesebb atom van, természetesen akkor kevesebb az eltérítése is. És ha ólomból csinálom, akkor még több nagyobb eltérítése, és tényleg nagyon nagy eltérítése volt. Olyat is csináltam, nem tudom, hogy ezt megtalálom-e, olyat is csináltam, ami félbe volt fűrészelve, az is érdekes volt. Nem találom. Talán meg lesz. Ez sem az. De úgy is kikutatom, ha itt kell, hogy legyen. Sok van, egy félbefűrészeltet találtam, így félbefűrészeltem, látod? Az van ráírva, hogy dinamid, és egy ugyanilyen ólommal összeragasztottam, hogy aszimmetrikus legyen a tömeg, nagyon változott tőle. Tehát nagyon, ahogy nagyon változott, ahogy forgattam, nagyon változott. Tehát én ezt csak arra voltam kíváncsi, hogy a tömeg befolyással van-e a fénysugárra, és nagyon nagy befolyással van, mérjétek utána, ne hitetlenkedjél, mert akkor azzal nem fog előre menni a tudomány, hanem mérjél utána, ne publikáld, mert nem még véletlenül sem legyen nekem igazam, csak te tudjad. Minél közelebb van hozzá, annál nagyobb a behatása. Így van, mert négyzetes a változás. Mivel gömbszerű a kiárasztó. Mivel gömbszerű a kiárasztás, úgy van. Egymással. És ennek az összes atomnak a hullámtere itt belül a lukba is megvan, itt sűrűbb a közeg a lukba, mint itt. Ez azért van, pontosan, mert ebbe a lukba már megváltozik. Igen ám, de a hullámtér ez transzcendens, az nem rádióhullám, nem lehet leárnyékolni, mint a rádióhulláma. Akkor, ha fölteszem erre a mérőkére, erre a kis csőre ráhúzom ezt a valamit, akkor a csövön belül is megváltozik a tér. Mert ezt a kívülről ráhúzom, értitek? És ezzel az egyszerű módszerrel lehetett a gravitációs hullámokat mérni, ez az egyik módszer volt, nem az utolsó és nem az első, több is volt, de ez volt az egyik. Van még egy mérőként, de az nincs itt, nem tudom, hogy hol van. Azt meg a fiamtól lopott ilyen Gabi építő, vagy mi a fene volt, az ilyen legószerű, csak egy kicsit nagyobb kocka. Mi volt az? Magyar hamisítvány. Magyar Lego hamisítvány. Mi volt az? Mi? Nem. Gabi, azt hiszem Gabinak hívták, ilyen épít, ugyanolyan Lego kinézésű, ugyancsak nagyba. Sokkal nagyobban, mint a Lego, és sokkal szarabból is csatlakozott, de ilyen magyar utánépítés dolog volt. Na a lényeg az, hogy abból csináltam egy olyat, hogy egy szívószálat, vagy tudod, az a harmonikás szívószál, mert egy olyatból csináltam egy olyat, hogy kifúrtam egymás mellett, egész közvetlenül kifúrtam a Gabi építőt középen, alul a másikat, átdugtam rajta a szívószálat, körbeépítettem ilyen epokit fallal, és ebbe higany lehetett önteni. Ebbe az U-alakba. Levágtam úgy, hogy az egy színben legyen, meg mit tudom, micsoda, és akkor csináltam egy kis állványzatot hozzá, és akkor azt, és ugyanígy diffrakciót csinált, tehát ha átvittem rajta a lézerfényt, akkor így ilyen csíkokat csinál, diffrakciós csíkokat. És a higanyt ötöttem bele, nagyon megváltozott. Pedig azt is lefújtam matt feketére, és ugyanúgy nagyon megváltozott.
Persze, mert ott a két úgy volt, úgy kötött meg, hogy közbetettem egy zsilletpengét, és akkor egy keskeny rés maradt ott a kettő között, úgy hagytam az epokitot megkötni, aztán kihúztam a zsilletpengét, és ott maradt a rés, és azon világítottam a rézzel, gyerekek, úgy is le lehetett mérni, ez is egy primitív, egyszerű módszer, és mégis le lehetett mérni. És akkor egy ilyen injekciós tűvel ki tudtam szívni a csőből a higanyt, vissza tudtam nyomni a higanyt, és akkor ezzel lehetett látni, hogy változik az eltérítése a történetnek. A Dacia-m bűznével jöttem rá a gravitációs hullámokra legelőször. Hogy a Dacia-mnak volt ilyen Ceausescu átka, és akkor ahhoz voltak ilyen alumíniumból, az eredeti az ilyen bronz valami volt, az eredeti dűzné, és volt hozzá alumíniumból utángyártott. Nagyon pontos géppel utána volt gyártva, tehát századra akkora volt a luk rajta, meg minden, mint a bronzon, csak az egyik alumíniumból volt, és én azzal nézettem, hogy nézegettem rajta, hogy elég luka se már. Volt hozzá ilyen acéldrót, ami pont húzósan ment át rajta. És akkor kipiszkáltam, mert az A4-nál egy csomó ilyen, és sár volt a benzinben, ilyen saras volt a benzin. És akkor tankoltam az A4-nál, francia gyermek, hát állandóan eldugult a porrasztóba a fúvókat. És akkor ki kellett szedni, kifújni, mit tudom én, és akkor kiszedtem, kifújtam, és ahogy nézegettem, az alumínium dűznén is nézegettem, meg a bronz dűznén. Ja, nem egyforma a látószög a francban. Ja, nem egyforma. És akkor a Magpali, az ELTE-n volt atomfizikus tanár, és akkor a Magpalinak mondom, hogy de egy Pali, figyelj, hát ne szórakozzál, hát ez más az eltérítés. Ilyen hülye vagy, felületi érdesség, ezt sem tudod, de hülye vagy. Hú, nagyon elszégyeltem magam, hogy hülye vagyok. És akkor kezdtem akkor találtam ki ezt a mérést. Ezt. Mert itt már nem mondhatta, hogy ugyanaz felületi érdesség, mert a cső ugyanaz volt, amin kiment a fény, és csak kívülről húztam rá az más tömegeket, és erre már nem lehetett azt mondani, hogy megváltozott a felületi érdesség, mert nem változott meg. Akkor kitaláltam a Magpalinak még egy olyat is, hogy egy ilyen, még talán az is valahol megvan, hogy egy ilyen, hát egy ilyen, azt mindenki utána tudja csinálni, mert ez nem egy nagy duranás, egy csőszegetet tudsz, két darab csőszegecset kell szerezni, vagy egyet, egy darab csőszegecset, és kell hozzá egy ekkora ólom, meg egy ugyanakkora műanyag, vagy karton is jó, vagy akármicsoda, amiben megáll a csőszegecs. És akkor az a lényeg, hogy a csőszegecs egy hangyányival legyen hosszabb, mint az ólom karika, ólom lapocska, egy alátét. Csak a csőszegesen nagyon pici luk legyen, sőt, azt úgy csináltam, hogy még megfújtam fekete festékkel, és akkor ilyen nagyon vékony, de tényleg nagyon vékony drótot raktam bele, ilyen 0,05-ös drótot, még kötött a festék, aztán kihúztam bele, amikor félig már megkötött, akkor kihúztam bele, és lett rajta egy baromi pici kis luk. És akkor azon lehetett kinézni. És nem volt mindegy, hogy a csőszegecset egy ólom tárcsácskába rakom, vagy egy dinamit tárcsába. De miért? A csőszegecs ugyanaz volt. Na, azt vittem be a Palinak megmutatni. Akkor beúzta a farkát maga alá, nézd csak meg. Mondom, átrakom most ez nem mondhatod, hogy más a felületi érdesség, mert a csőszegecs ugyanaz maradt. És mégis megváltozott az eltérítés. Tehát kinéztem a lukon, a csőszegecsen, és szélesebbet láttam, vagy keskenyebbet. Ó, az ólommal szélesebbet láttam, a dinamiddal meg keskenyebbet. Jó látható. Tehát egy kockás papírt magad állé tettél, és akkor meg lehetett számolni, hogy akkor ez nem stimmel. Ez megvan úgy az a csillagászatban, igen, látlak, ez megvan a csillagászatban, úgy hívják, hogy gravitációs lencse. Ott is a optikai hatását vizsgálják a fénnyel, a gravitációs hullámoknak, mert ugye van egy nagy tömegű galaxis, és pont mögötte van egy másik. És az nem látszik ettől, mert ez közelebb van, eltakarja, de mögötte messzebbre van egy másik. És annak a fénye is jön felénk, csak annak a fénye az elkanyarodik a nagy tömeg miatt. Így maga felé, és ilyen fényívek jelennek meg a felvételen. Ilyen fényívek. Nem a csillagok jelennek meg, hanem a fényük jelenik meg ilyen furcsa, zavaró hatású fényívek formájában.
beírott egy gravity lens és gravitációs lencse, és megfogott talán a csillagászati térképeket keresél. Tehát csillagászati felvételeket parancsol. Gyógyászatban lehetne ezt használni, mert a lézerfényt ezzel a módszerrel olyan pontosággal lehetne irányítani, hogy sejten belül hova fókuszálom. Csak folyamatosan követik a sejtet nyilván, tehát hozzá. Igen, az excimer lézereknél van is ilyen hasonló. De az van ilyen pontosságú, egy excimer lézer? Igen, ez elég pontosan, és hát a nagyon kedves haverom, aki most kiment Új-Zélandra, annak a fotelján ülsz most, meg az az asztal is tőle van, ami itt van. Tőle kaptuk, mert teljesen kivándoroltak, és akkor amit nem tudtak eladni, azt odaadták nekem, ezt a fotelt, meg ezt a izét, mert az egy még lepukadtabb volt, mert egyszer beázott. Tehát ott az az ablakon befújta valahogy, megnyitotta egy picit a szélvihar, és befújta a vizet. És egy csomó könyvvel ázott, ott volt a sarokban raktároztuk a szétáztat, jó pár 10.000-100.000 forint kár volt, és amellett a fotelnek az alja, az ilyen pozdorja kereteken állt, ahogy az vizet kapott, így, pum, így szétment, porrá ment szét, ilyen forgácsra ment szét. Úgyhogy ez már nem lehetett javítani. Próbáltam, tákoltam egy darabig, nem lehetett javítani. Az annyira gyenge helyzetben volt már. Itt mutatom neked, hogy sárkányban is van. Tehát, hogy annak látod, van lába. Igaz, hogy ennek csak két lába van, mert nincs hátsó lába, de van lába, meg szárnya. Ez a... A majáknál a... Quetzalcoatl, ugye? Ugye? A szárnyas kígyó. Ott van. Tehát megvan ez. Ennyi a történet. Ennyi volt a mese. Zárva Mika Mokatár. Nem zárva. Tehát a képek azok viszont megvoltak, és akkor ugyanebben a sorrendben majdnem, majd a bevágásnál is kérem az imitől, hogy ugyanebben a sorrendben körülbelül be is rakhatod ezeket a képeket. Ez éppen most egy szárnyas kígyó. És ez is a saját farkába harap, és különböző kultúrákban jelenik ez meg. Megtaláltam egyiptomi, óegyiptomi kultúrában, mert a mai Egyiptomnak nem sok köze van az óegyiptomi kultúrához. A hely ugyanott van, de a kultúra az már az nem ugyanaz. Ezek már arabok, akik itt ezt ellették, és ezzel nincsen semmi baj, és természetesen Etiópiából is jöttek fölfele, csak azokat is az arabok ugye kinyírták, most próbálják őket még jobban kiszorítani, a koptokat. Ugye azok is keresztények, és hát ugye a kopt templomon találta meg a Vörös Győző, milyen cirkusz volt. Megtalálta a Vörös Győző a kopt templomot ott a Téba mellett, megtalált egy kopt templomot, ahol lennie kellett, ő tudta, hogy ott valaminek objektumnak kell lenni, és ott is volt. Mert hogy egy geometriai rendszerben voltak ezek a templomok, nem a véletlen idásunk egyet, odásunk egyet, hanem megtudta már, hogy hol kell ásni. Hát a Vörös Győzőnek ezért aztán most már jó dolga van, tehát római professzor, meg mit tudom, micsoda, jó dolga, hála jó Istennek, nagyon örülök neki, mert ő egy nagyon tehetséges egyiptológus volt, bár itt a fűtfát, bogarat, mindent rá kiabálta, pedig a professzorhoz, amikor bement, harmadikos gimnazista volt. Hogy ő szeretne majd egyiptológiát tanulni, és mondta, hogy de most nem indul egyiptológia, de most éppen van, de a jövőre nem fog indulni, mert ritkán indul, mert annyi nincs hallgató, és akkor elkezdett vele beszélgetni, vizsgáztatni, és kiderült, hogy a harmadikos kölyök annyit tud Egyiptomról, meg egyiptológiáról, amit a hallgatói, akik éppen vizsgáznak, se. És akkor, hát persze mondta, hogy föl vagy véve, jöhetsz az órákra, jöhetsz, ezért föl vagy véve. Hát a professzor megmondhatja, és jöhetett az órákra. Igen, otthon nem hitt el az anyja, nem hitt el neki senki, hogy ő egyetemre jár, és még nincs meg az érettségie, és egyetemre jár. És akkor úgy intézték az órarendeket is, hogy ő mehessen, képzeld el. Hát úgy, mint a fiúknak, amikor elment a tanítónénihez, hogy ő indulni akar a számtan vizsgán, vagy számtan versenyen, vagy matek versenyen. Első osztályos volt, első osztályos. Indulni akar a matek versenyen. Ne hát, azt nem lehet, de baromira nekikeseredett, elment a másodikos tanítónénihez,
hogy ő indulni akar a matek versenyen, a másodikos matek versenyen. Hát annyira kíváncsiak lettek, elkezdték kérdezgetni, a gyerek tud, induljon. Megnyerte. Na most, erre következő történt, egy nagyon tündéri, okos pedagógus igazgató nő volt, aki egy tündérokos és tényleg értett a gyerekekhez, nem fogod elhinni, az egész iskolának átrendezte miatta az órarendjét, hogy a gyerek számtanórán a másodikba járt, nem az elsőbe. Most képzeld el. Ez így volt egész a felső tagozatig, hogy átrendezték az iskolának ő miatta, aztán az anyja állandóan az rikálta, hogy nem rajzolsz Bercike, nem rajzolsz Bercike, és akkor nem, gyerek nem nagyon rajzolt itthon semmit. Mert hogy nincs kedvem, meg nincs idő, ne? És akkor addig kapacitálta a mama, még a végén egyszer hazahozott egy aranyérmet. A gyerek megnyerte a nemzetközi rajzversenyt, és ezt háromszor egymástán megcsinálta, hogy nehogy a véletlenre fogják a dolgot, háromszor. Mert megnyerte egy ezüstérmet, egy aranyérmet, meg egy külön díjat. 24 ezer pályaműből. Tehát hozott el aranyérmet, ami nem kis dolog volt. Valahol még mindig megvan, amit kapott, nyert. Egy ilyen szép tálcát nyert, ilyen zománcozott japán tálcát, meg ilyen díja is volt neki valami. És, ja, és ilyen nagy oklevelet, kínaiul, a nagy oklevelet, vagy japánul, az már mindegy, mert mind a kettőn kancsik voltak. Fene tudja, japán. Japán. Japán, egy arany, meg egy ezüst, meg a harmadik évben Kína, Tájvan. Tájvanon, igen, a harmadikat Tájvanon nyerte. Én ezeket keverem, mert a két írás jel az ugyanaz, úgyhogy ezeket én kutyulom keverem. Mert ugye a kínai az egy nagyon régi rovásírásnak egy régi formája, a kínai kanji írásjel. Ugye azok nagyon is oka van neki, hogy mi milyen. Valamit akarsz kérdezni, parancsok? A difrakciót meg lehet fordítani? Másik irányból nézve? Ezt hogy érted? Tehát az, hogy nem eltérítjük több fele a fényt Wolfram szával, hanem valamilyen másik anyaggal több irányból ugyanazt a fényt, figyelte ugyanolyan fényt. Nagyon érdekes a történet, mink is terveztük, de sose valósítottuk meg. A haveromat elvitték a földön kívüliek, egyetemi tanár, több egyetemi tanárbarátom is volt kalandjuk a földönkívüliekkel, akik már nem hittek a földönkívüliekbe, nem ilyen UFO buzék meg minden. Hát így ment a feje fölött 30 méter magasra egy bázi nagy űrhajó, ilyen Independence Day, hát ment a feje fölött, érted, és erre fejé volt ilyen 2012-kor telefonon, Gyuri, hát apám, hát őrület, tizette be volt indulva szerencsétlen, mert ott látta a feje fölött menni a hatalmas nagy űrhajó, ami nincs. De közben 30 méterre a feje fölött megy, nem ő képzelte, az ott ment. És itt a másikat meg eltérítették, és annak meg azt mutatták, az nagyon érdekes volt, hogy olyan távcsövet mutattak, amiben egyáltalán semmi jelentse nem volt. Ennek a kísérletnek egyfajta nagyon túldimenzionált változata volt, amiben különféle alakú tárcsákon különféle alakú lyukak voltak, tehát lezajlásilag volt ilyen, vagy ilyen dudori, vagy szóval sokféle változat volt, és ezeken a lencséken nézett át, és látta vele a Jupiternek a holdjait. Így a kezébe. Mutatták neki, hogy nézd meg. Szaturnusz gyűrűjét látta. A szabad szemmel nem látod, és akkor így látta. Mutatták neki, a kezébe fogva, így látta. A francba. Látom a holdjait. Tessék fel. Ez hasonló, mint a Rijkféle forgóprizmás mikroszkóp? Lehet, hogy logikailag hasonló, igen. Csak nincs benne forgó rész. Ebben semmilyen forgó rész nem volt. Hát csak az atomokat nem veszük forgó résznek, mert az mind forog. És hát ez is nagyon érdekes volt. És megmutat, a földön kívül adta a kezébe, vezethette is az űrhajót. Mondta, hogy kapaszkodott is a kis szürke, mert baromira élvezte, hogy ilyen dobotorsókat csinál. Csinálta izével, tudod, ilyen lupokat, meg dobotorsokat csinált az UFO-val. Marhára élvezte, hogy ahogy ő vezeti, az úgy megy, mint az ágyúgolyó, és akkor repült vele magasan. De egész fantasztikus volt. Ezek ugye a tenyér,
Ott volt a tenyér helye, igen, ugyanaz, mint amilyen, ugyanaz, mint amit találtak földön, lezuhant földön kívüli UFO-nál, hogy ilyen két tenyérnek a helye volt ott rajta, biztos, hogy nem csalás volt, mert hogy hatújú volt. És ott volt a két ilyen tenyérnek a helye, és úgy vezetett, hogy ráteszed a kezedet, és te vagy az UFO. Furcsánokzik. Tehát hajtóműved van, kormány műved van, energiaforrásod van, de az mind te vagy. Tehát ezben az őrület, hogy az mind te vagy. Én vagyok a gépezet is. Érzem, hogy szárnyam nőtt, izém nőtt, fedelem nőtt, etetőm nőtt, mindenem van. És ahogy vezetem, úgy majdnem, hogy élve megy. Ez a mesterséges intelligencia. Na de ez otthon van a bolygón, az nem itt van az űrhajón, otthon van a bolygón, és a fluidszálas kapcsolaton keresztül vezeted itt a Földön. És ő centiméter pontosan tudja, hogy mi van a Földön, hidd el. Minden tud róla. És az, éppen az aktuális légjáratokat is, vagy aki repül, azt is tudja mindenki. Tehát a felderítő rendszerre felderít közben. Tehát repül feléd valami, egy lövedék, abban a pillanatban elé küld egy szondát. Egy ilyen 4D szondát küld elé, úgyhogy a lövedéked az annyi. Tehát azon nem tudsz átlőni, mert az nincs is ott. Azon nem lehet átlőni, ami nincs ott. Már olyan szempontból nincs ott, hogy nem anyagi. De nem olyan, hogy át lehet csak úgy lövöldözni rajta, mert ott egy határ van, egy időhatár. Időanomália. Időanomália van, nem tudsz rajta átlőni. Ágyugójóval se, semmivel se. Tehát azon nem tudsz átlőni. És ez az időanomáliát nem tudod átlőni. És ezért szondák mennek az UFO-k körül. Csak figyeljétek meg, hogy a jó UFO felvételeken sokszor lehet ilyen kis teniszlabda, vagy ilyen kis labdácska méretű valamiket, néha ekkorát lehet látni körülötte kavarni. És ezek az, mint a, ami a bombázók körül mennek a vadászgépek. Így el tudod képzelni. Ugye a bombázók körül szoktak repülni vadászgépek, hogy védjék. Tehát, hogyha alulról vadászgépek támadják, vagy lövik, vagy mit tudom, akkor ezek a vadászgépek rátámadnak azokra az ágyukra, vagy kilövőállásra, stb. Akkor a vadászgépek elkezdik géppuskázni azt a veszélyhelyzetet, veszélyforrást. De ez ugyanazt csinálja. Hát ez visszalő, akkor rendet vág. Tudnak visszalőni. Őrült erő van ezekben. Tehát ez a szondában olyan fénylift, meg olyan minden van. A szondában? Hát úgy megemel téged autóstól az a szonda, mint a szart. Így visz téged, azt már nem is vagy. A szondában nincsen semmi anyagi. De erő van benne, olyan erő. Nézd meg azt a filmet, amit Németországban vettek fel az autósztrádán, amikor keresztbe fordították a kamiont 90 fokkal az úton. Mondták, hogy ilyen halovás, ilyen filmezés, jaj, mondom, várjatok már. Mert hogy ment a szonda utána az alagúton, valamiért meg kellett állítani egy autót, amiben ült valaki, akinek nem szabad volt valahova odaérni, szerintem, és ment mellette egy kamion. És a kamion rárakta az autó tetejére, de mind a két autó addigra már keresztbe volt, 90 fokkal el volt fordítva. Na most bocsánatot kérek, mind a kettő ment 90-nel. Vagy a német autósztrádán 120-szal, vagy még többen. Tehát jól mentek, rendesen. Látszik a filmen, hogy azok ott mentek. És egyszer csak egy fénysugár, egy nagy fény, fölemelte a kamiont és letette. És addigra ott volt a kamion alatt keresztben ez a személyautó. Lényegében semmi baja nem volt, de ott volt a kamion alatt keresztben, és a kamion is keresztben. Most bocsánatot kérek, ha megy 120-szal egy kamion, ez körülbelül 2 másodpercig emelkedett meg, érkezett le, fölrepült meg, letette, de édesapám, hát ha 120-szal megy, akkor hová lett az a lendület, az abba az irányba mutató vektor, hirtelen nullára íródott, és keresztbe letette az útra, és nem kezdett el így csinálni. Hát a 120-szal menték, gurulni kellett volna a kamionnak. De ez nem gurult, hanem rátette a kocsi tetejére, innen ez a kocsi nem megy tovább, és nem ment tovább. És ült benne a pali a kocsiba, bent ült. Nem halt meg, ott ült benne a kocsiba, a rendőrök ott próbálták kiszedni, de fölötte volt a kamion.
a kamionban benn volt a sofőr végig, a kocsiban benn volt a sofőr végig, a kocsi nem tudta elhagyni a helyet, mert hogy benne volt a kamion alatt, de keresztvált a kamion az úton. Teljesen keresztvált. A háromsávos úton így keresztvált. Most bocsánat, hogy... Ja, és volt még egy érdekesség, hogy a kamion teljes tartalma eltűnt. Az összes, ami benne volt, nem tudom mi volt benne, de üres lett a kamion. Csontüres. És nyitott ajtó volt hátul, láttam a felvételen, hogy nyitva volt az ajtója. Tehát miközben eltűnt, az ajtó is nyitva maradt. De nem látszott róla semmi. Eltűnés, elmenés, jövés, menés, kipakolás. Ezeket felejtsd el, nem volt semmi. Hanem a kamion megy 120-tal, és a következő két másodperccel később keresztbe áll az úton így. És rajta egy kocsi tetején, aki így mellette jött. Tehát közvetlen mellette jött ez a kocsi, és mind a kettőt megemelte, és keresztbe rakta így, és lerakta. Az aztán nem semmi. De hát ilyen események vannak, csak szarra hallgatják. Ez a PC. Tudod, politikailag korrekt szarra hallgatják, mert ugye, ha nem tudja valaki, akkor be van szarva. Ugye, hát akkor nem lehet. Egy szakértőt megkérdeznek, ott voltak a rendőrök, és vakarták a fejüket. Ott voltak a tűzoltók, vakarták a fejüket. Más nem tudtak csinálni. De ugye, mint a pécsi eset, amikor a Pécsen az óvodába bemegy reggel az óvodéni, és korom fekete az egész óvoda belülről, korom fekete, de vastagon korom fekete, de közben semmilyen tűz nem volt, tűznek szaga sem volt, korom fekete szén, minden, korom fekete szén. Várjál, az összes plafonon lévő valkid, mert az ilyen műanyag festék volt, az is korom fekete, az ablakkereteken a festék korom fekete, az ablak viszont kristálytiszta. Az meg volt pucolva. Mikuláskor történt, és tele volt az óvoda ilyen izékkel, tele volt az óvoda ilyen, ilyen szaloncukrokkal, meg hát Mikulás volt. És a gyerekeknek ott volt ilyen mindenféle, és várjál, a rádió, az autórádió, amit a gyerekek hallgattak, ilyen mesét, meg mit tudom, micsoda, hát ez ilyen, nem autórádió, ilyen táskarádió, ilyen ekkora táskarádió, a rádió leolvadt a műanyag, így lefolyt. A csillárok lefolytak. Tehát a csillárokban, tudod, ilyen szocialista izék voltak benne, ilyen poliészter szarok, ilyen fényterelők, és az összes lefolyt, a székekből a szivacs kifolyt mindenhol ilyen lukakor, kitüremkedett, de minden ilyen műanyag ment a gajra, de minden, ami műanyag, viszont a szaloncukor, ami nem műanyagból volt, semmi baj nem volt. Nem gyulladt meg, nem pörkölödött meg. Hibátlan hófehéren ott volt a szaloncukor. Amellett ennyivel mellette meg leolvadt a műanyag, így lefolyt az egész autórádió, így lefolyt a műanyag topja. Mindenre lefolyt. Érdekes volt. Egy festőmész haverom volt ott Siófokon, és azt küldött róla a videófelvételt, még VHS-be fölvette, és még megvan valahol a videófelvétel. Krampus csinál. Krampusz csinálta. Hát persze, adja magát. Vicces Krampusz. De az volt az érdekes, hogy az ablak meg kristálytiszta volt, tehát nem volt ott semmilyen tűz. Hát mondták a tűzoltók, hogy ők biztos gömbvillám. Most ennyi volt. Hogy december 4-én, 5-én, 6-án, mit tudom, micsoda, hogy a gömbvillám mondani, hogy jött, ez egy dolog. Persze, mert az UFO-knak ez a dimenzió hordozója. Tehát ő az, aki megtartja, ezzel megy. Ez nem üzemanyag, ez maga az energia, de nem úgy van, hogy üzemanyag, hogy bele kell tölteni, hanem előállít egy ilyen fénykvantumot, és azzal a fénykvantummal varázsolja magát a párhuzamos univerzumokba, vagy a térben egy másik helyre, vagy az időben egy másik helyre, olyan is van. Térforrás. Ez egy külön, nagyon sokféle technika van. Ó, baromi sok, hát gondolj bele, hogy csak ebben a galaxisban 800 millió lakott bolygó van, ahol laknak. Nem mindenki űrhajózik, de a fele legalább. Nem rádióznak, mert mindenáron azon görcsönnek a SETI-vel, hogy a rádió hullámokat, meg tévéműsorokat próbálják fogni. Hát abból nem sokat fogtak, bár tudnak előállítani ilyet, de nem azzal rádióznak, mert nincs neki értelme. Fluidszálason van vételi problémád? Hát nincs, az mindenhol ott van. Semmilyen vételi problémád nincs.
elmehetsz azzal a vevővel a francba, ahova akarsz, az mindenhol ugyanúgy fog működni. Telefonálni vele? Persze. Videótelefon lehet rajta beszélni? Persze. Internetezni lehet vele? Le, persze. Jobb ez, mint a műholdak? Hát persze. Csak ezt nem lehet lehallgatni. Na, ennek egy hátránya van. Nem is nyomják ezt a vonalat. Beszélnek róla, úgy hívják, hogy kvantum összefonódás. Azt annyi. Itt leragadt a köznek a tájékoztatása, hogy kvantum összefonódás. Hát persze. Ilyen IC már volt a kezembe ezelőtt, mikor voltam én Kijevbe utoljára, jó régen. 25 éve. És akkor volt már ilyen IC a kezembe, ami ezzel az alap, ennek az alapján működik. Már akkor volt ilyen. Most akkor milyen van, mit gondolsz? Ez az oroszoknak volt. Van-e kérdésetek? Hajrá, egyedül. Próbálkozzatok. Jó hangosan. Napnak a szerányát úgy hívják. Napnak a szerányát, hát úgy hívják, hogy? Ékes Ákos. Ékes Ákos, milyen jót mondtál, igen. Héliosz, a görög neve Héliosz volt. Éjá. Az Ékes Ákosnak a könyveiből van itt nekem a polcon, mert hogy az Ékes Ákos az nem más, mint a Napisten versei, magyarul. A Napisten versei magyarul. Mert hogy azért választotta az Ékes Ákos nevet, akit egyébként Borbély Ervinnek hívtak a médiumon. Én ismerem Ervin bácsinál, voltunk még a lakásán is. Az Ervin bácsi az médium volt. Azon keresztül ez egy mérnök ember volt, nem volt buta, okos ember volt, de mérnök volt, a Napisten médiuma volt, és a Napisten verseket írt rajta keresztül az ő kezével. Ott van? Kamerának mutasd. Ott is van. Tessék, itt is van. Például ez egy Ékes Ákos könyv. És ez azért érdekes, mert ha kinyitod, ebbe is ott van? Nem, ebben nincs. A másikban, nem a kulcsot kigyogva van? Melyikben van? Nem, ebben nincs. Tehát azért hívják Ékes Ákosnak, egyébként a szerző, aki leírta, az Borbély Ervin. Nem tudom, hogy benne van-e. Ékes Ákos, még a izé neve is, a művész neve is Ékes Ákos. 1990-ben jelent meg, és mondom, Borbély Ervinnek hívták, már meghalt az öreg úr, és ez leírja a Szentlélek működését, forrását, ő maga hogy működik. Leírja nagyon szépen. Meg lehet szerezni talán még antikváriumban. Több ilyen könyve van neki, nem egy. Van a Kulcsot kígyók, aztán mi van még? Van neki egy jó pár könyve, majd mindjárt előszedjük. Ha nem tudom, meg kibehúzzák, és nem oda teszik vissza, onnan kiveszik, és ezért már én el vagyok keveredve. Könyvtárakból is ki lehet kölcsönözni, csak ez olyan, hogy ezek a elrejtett izék, tehát a porcon ezt nem találja meg az ember. Igen. Csak úgy, mert így kikölcsönöztem, nem értettem egy szót sem. Igen. Csak úgy, hogy egy ez nem lopott könyvtári, mert nincs ott az a háromszoglat. És nincs a századik oldalon bevégezve, hogy Zabó Ervin könyvtár. Szóval ilyenek vannak. És az a lényeg, hogy ez a Kulcsot kígyók, ez az egyik könyve, elég ilyen vastag, szóval ez nem egy keskeny kis füzetecske, sok vers van benne, jobbnál jobbak, és elmondja a versekben a világ működését. Hát persze, hogy nem érted, mert ahhoz az időszerkezetemben már járatosnak kell lenni, hogy értsed a verset. És akkor, francba, de jó, ott írja az öreg úr. Tehát persze, mert ezeket a verseket a Napisten írta. Az a Napisten, aki ez állandóan hordozzák az oltárból a kis napocskát, tudod? Ez az a Napisten. És az egészen jelen van, ennyire jelen van, hogy magyarul ír verses kötetet. Tessék, parancsol. Azért kering a nap a galaxis tömeg középpontja körül, mert mi a fényét máshonnan látjuk, mint ahol valójában van, vagy... Mi már mindent máshol látunk, mint ahol valójában van. Ez a gravitációs távcsövemnél nagyon világosan kiderült,
onnan tudom, hogy gravitációs hullámokat mérek, hogy nem ott van az objektum, mint ahol én fényben látom. Tehát itt a hold, és arrább van a gravitációs hold az égen. Persze, mert a fényt a légkör elgörbíti, nem egyenesen ér ide a szemedbe, hanem elkanyarodik, de viszont a gravitációs hullámokat nem tudja eltéríteni, az meg úgy jön. Ráadásul az nem is ilyen fénykvantumok-szerű formájában jön, mint ez a látható fény, hanem hullámok formájában jön, léthullámok formájában, és ezek mindig gömbhullámok. Ilyet minden termel, teljesen minden. Ez az egér, amivel itt húzogatok, ez az egér is atomokból áll, és minden egyes atomja, annak minden egyes kis protonja, neutronja, elektronja, sőt, még az jaj, még a végén izért megbolondítom szegény gépet. Na, jó, nehogy itt el rosszat nyomjak. Minden egyes időforrása kelt egy gömbhullámot. És ezeknek az eredőjét mérjük mi, és hisszük ezt, meg azt, meg amazt. Mert az eredőket mérjük. A fizikai elmozdulás és a deformáció az összes terekben végzett elmozdulások eredője. Ez egy nagyon régen írt törvényem, aminek nagyon lényeges része az, hogy az összes terekben. Tehát nem egy térben kell definiálni az elmozdulást, meg a deformáció. Mert szoktam mondani, hogy a bugyigumi, amikor meghúzod, akkor az atomjai elmozdulnak. Nem egy helybe állnak, hanem elmozdulnak. Egymástól is távolodnak, meg elmozdulnak. Tehát ennek komoly lényeges szerepe van, hogy az elmozdulás és a mozgás az egymástól nem elválasztható. Mert hogy te egy halmazt mozgatsz, vagy egy halmazt deformálgatsz, az atomjai azok egymáshoz képest elmozdulnak. És együtt is mozdulhatnak, meg így is mozdulhatnak. Hát ez megvan neki a tánclépése. Persze, mert hogy az összes terekben létezik, és az összes terekben minden eleme máshol van. Tehát az a bonyolult az egész világban, hogy az elektront nem pontnak látod, de olyannak méred alapból, megszámítod, de közben az elektron egy felhőt ad ki. Hát miért ad ki egy felhőt? Mert a világegyetem összes időforrásának a hullámtereibe minden egyes pont máshol és máshol van. Érted, hogy mit akarok ezzel mondani? Tehát, hogy nem egy helyen van az a pont, amit te ábrázolni akarsz, hanem sok helyen van, mert az egyik hullámtérben itt van, másikban itt, harmadikban van. Együtt egy felhőszerű képződményt, egy halmazt adnak ki. És ezt mérik az atomfizikusok. Igaz. Ez a Heisenberg-féle határozatlanságnak a lényege. Hát rájöttek erre az atomfizikus, csak nem tudják hova tenni. Hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert en helyen létezik minden. És ráadásul csak a múltat méred mindig, a jövőt nem méred, a jelent sem méred. Azt jelenti, hogy engem te a jelenbe látsz, hát te nagyon nagy tévedésben vagy. Nem a jelenbe látsz engem, hanem a múltban, hiszen a fény onnan még ideér, vagy innen még odaér, ahhoz idő kell. És engem csak a múltba látsz. Megemelem a kezem, de ez a mozdulat fénysebességgel terjed oda a szemed felé. Hogy én elmozdítottam a kezemet. De idő kell neki. Hát ugye, ez nagyon eklatáns példája a villám meg a hangja. Tehát a villám lecsap, és akkor elkezdesz számolni, hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, BOOM! Akkor az mennyire? Milyen távol volt tőled? 6x340 méter. Igen. Könnyű kiszámolni, mert 330 métert megy egy másodperc alatt, körülbelül másodpercenként számoltam egyet, azért kezdtem nullal, amikor villant, akkor van a 0, 1, és ugye 6 másodperc volt, amit. De akkor természetesen ugye nagyjából 2 kilométerre van. Mert hogy annyi idő ér ide a hangja. Tehát ez ahhoz hasonlít. A gravitációs távcsővel nem ott látom a holdat, meg a napot, ahol van, hanem jó, a napot sokkal arrább látom. Tehát az nagyon másképp, de azért azt is arrább lát, mindent arrább látok. Tessék, parancsoljon. Én még nem láttam 4D-t, de van egy kérdésem. 4D-ben, amire ránézünk, annak a jelenét érzékeljük? Nem, semminek soha nem érzékeled a jelenét. Csak a sajátunkat. Az sem. Az sem.
Hát miért a kezedet ilyen közelről nézed, akkor nincs távolság? Az atomok belsejében van a jelen valahol, a belsejében a jelen források azok a négy színú virágocskák, ami már a hunoknak azon a berendezésén rajta volt, amit a legelején mutattam ennek a sorozatnak, ugye? Mert hogy ez a lényege az egésznek. Erre gondolok. Tehát ott van az a kis négy színű virág, aki ezt rajzolta, az tudta a tértechnológiát. Hiába próbálják ilyen lovashuszárnak elmagyarázni, meg mit tudom én, micsoda ezt az ember, meg útcéli rablónak. Bocsánat, akinek ilyen van a díszítő elemein, akkor annak a tudás is kell, hogy legyen a fejébe, vagy a népének kell, hogy ilyen tudósa legyen. Hogyha ez a divat, ez hordja, ez csinálja magán, hát mit tennék magamra jobbat, mint a teremtőt? Dekorációnak. Hát mi hordják a nők ezeket a kis visszakanyarodó csepp alakú törött mintákhoz? Hát azért, drágám, mert a teremtőnél nincs jobb, ha rá magadra teszed, mert azt a rezgést kelti a testedbe, és egészségesen tart. Mindjárt. A sok szoknya milyen, ilyen divat, a rongyos farmer, az a nagyon, az ott van, az nagyon. Ja, aztán rohangál a nőgyógyászott, hogy kirohad a méhe, mert megfázott, meg vége van, meg halál, meg nincs gyerek, meg meddő vagyok, meg van mi. Miben jártak az öreg jajják? Rakosszoknyába is. Nem, csak hogy rakott, az csak a legfelső volt. Alsószoknyába. Volt rajta vagy 13 pendely szoknya, azok csak ilyen egyszerű fehér vászonszoknyák voltak, de abban volt egy csomó, azokat itt egymás tetejére vették. Milyen volt az eredője? Parabolikus. Egy ilyen parabolikus, aminek a fókuszpontjában mi volt? Pont a méhe. Ja, és akkor figyeld, akkor a hideg patakba verte a súlykolta izéket, most a dolgokat, aztán nem kellett neki orvoshoz rohangálni. Pedig rohadt hideg, télen a hideg patakba áll, ott verte, mosott, dolgozott, énekelt. Nem volt boldogtalan, nem kellett annak pszichiáter, figyelj. Boldog volt, énekelt, mindenféléket, jól érezte magát magával, nem haragban volt magával, jól érezte magát magával. Hát miért hülyézem én azt, amelyik rinyál állandóan? Mert kinyírja saját magát, bolond ez? Hát miért teszed magad tönkre? Ne higgyél a hülyeségnek. Tessék magadat, föltör. És ha kitör egy háború, azt fogod példának mutatni a gyerekeidnek. Ezt fogod mutatni a példának? Hogy sírsz, meg menekülsz, meg sikoltozol, meg... Mi ezt fogod csinálni? Komolyan ilyen hülye vagy, vagy már felnőtt vagy? Mert jó, hogy egy kisgyerek elkezd toporzékolni, meg sikítani, de te már nem akkora vagy. Hogy meglátsz egy egeret, az felugrasz az asztal tetejére. Tényleg ilyen gyáva kukac vagy? Ha ne hülyeskedjél már velem. Láttál te már egeret? Én véregérnek hívom, tudod? Torokra megy a véregér, persze, és elharapja a torkod. Ekkora pici szájával, persze, és úgy elharapja, egy harapással. Elharapja az egész torkodat. Hát ez ilyen. Hát igen, ez itt egy elég masszív dolog, ugye a kis hóhér vizsgázik, tudod, a hóhér, feni a bazi nagy pallossát, így föl le, a nagy fenőkővel, és az elítélt ott ül lekötözve a széken, és elkezdi cikizni a kis hóhért. A kis hülye úgyis megbuksz, hülye vagy te ez a szakmához, meg... Hát addig mondja neki, hogy igen, a kis csávú, hogy legyint egyet a pallossal. Na, ugye kis hülye, hogy nem sikerült, bolincson csak? Úgyhogy van-e kérdésetek, bolincson csak? Mondjad. Egy kérdés. Akkor ezek szerint jelen egyedül csak a teremtő van, mert az óra járt, ő adja... Magához képest. Magához képest, és ő is csak magához képest. Mert az, amit lát maga körül, az már a múltja. Ahhoz már kell egy visszacsatolás idő. Ahhoz kell egy visszacsatolás, az már a múltja. Tehát a teremtett világát, amikor nézi, ő is a múltat nézi, a saját múltját, de a múltat nézi. Akkor és még az se számít, hogy egy teremtés ciklus rettentő gyors. Igen, mert a múlt az fénysebességgel terjed. Úgy hívták a kódszövegekből, hogy édes. Édesnek hívták. A jövőt meg savanyúnak, fanyarnak. De miért? Egyik
összehúz másik ütemig. Mert az egyik zsugorodik, összehúz a jelenpontig, átalad a jelenpontot, és aztán elkezd tágulni. Ezt hívja édesnek, ezt hívja savanyúnak, de a forgást is mondja benne, az a keserű, amikor forog. Tehát ilyen kúposan forog, mint egy örvény, akkor az a keserű. Tehát ezek kódszövegek, de amikor ezt megérted, az egy fizikakönyv. Jakob Böhme, érdemes utána nézni. Le lehet tölteni ingyen az internetről, ezeket most még le lehet tölteni. Töltsétek le, magyarul is. Magyarul is van egy csomó. Az izében... Kínai édes savanyú, az maga a jelen. Van a kínai édes savanyú már. Kínai édes savanyú, az a jelen. Bizony. Ugye milyen izgalmas, hogy édes savanyú a kínai értek. Ugye egyébként a kínai... Igen. Hát ilyen. Persze, savanyú cukor, hát nem azt tettük? Minden ízű cukorka. Minden ízű cukorka. Főzsírizű. Igen, az nagyon jó. Főzsírizű cukor, igen. Mert minden ízű, hát akkor főzsírizű is lehet. De nagyon aranyos volt. De miben volt ez a... Harry Potter. Harry Potter, igen. Nagyon aranyos volt. Ugye az öreg ette a főzsírizű cukrot. Le, főzsírizű. Itt is van ilyen meglepetés cukorka abban a csakú boltjában. Igen? Ugyanúgy néz ki, az egyik finom, a másik meg ki tudja, talán dökhalizel. Tényleg van ilyen? Fúj, az undorító. Meglepi cukor. Minden ízű cukor, persze. Ja, társas játék is lett volna, hogy megpörgeted, és igen. Akkor vagy hányás, vagy barackos, vagy... Igen. A szerencsétből. Jó, játszok. Ez olyan, mint az élet. Ez olyan, mint az élet. Hogy vagy ilyen, vagy olyan. Mint a nyuszika meg a zsiráf, tudod. De jó neked, zsiráf, hogy ilyen hosszú nyakad van. Megy benne ez a finom, hideg víz. Hány támány nyuszika? Szóval ez is ugyanaz. Az élet ilyen. Hány támány nyuszika? Hát benne van a pakliba az is, hogy mi az, ami a szádtól a földig ér. Melyik állat? Az a melyik állat? A boa. A boa. Az. Úgyhogy hát ezek... Meg mint a dinnye meg a feleség. Mi? Dinnye meg a feleség. Hogy sikerül jót választani, vagy nem? Ütögeted, vagy sikerül jót választani, vagy nem. Ugye? És azt is, ütögeted, jó, de hát aztán beleválasztasz is. Jaj, nagyon tetszett az átverés, nagyon nagy átverés, hogy beleraktak egy beleraktak aranyláncot egy dinnyébe, amit beraktak a dinnyéshez, amikor nem figyelt, elterelték a figyelmét, és letettek egy dinnyét, amiben már beleraktak egy aranyláncot. És akkor oda ment a Pali, mit segíthetek? Édes szépségem. Csak beszélgessek, keresem a szűrőt. Szűrő? Nem tudom, hogy hol van. Az egy másik. Ha bejössz a kamerába, csak azért. Aha. De hogy nem is néztél arra. Nem tudom, de valahol meg lehet találni, ékesek. Itt nekünk is megvan a szűrő, több példányban is, kettő is megvan, mert van egy fénymásolt is. Tehát most kiverte a fejemből a szűrővel, kiszűrte a tészta szűrővel. A láncadényében. A láncadényében nagyon édes volt, hogy egy rendes ilyen piaci dinnyárushoz oda vittek egy dinnyét, de úgy, hogy nem vette észre, egy ugyanolyan dinnyét, mint az övé. Lehet, hogy tőle vették, tök mindegy, előzőleg valaki. És beleraktak egy pici lukon egy aranyláncot. És akkor visszamentek. Oda csempészték vissza a dinnyét aranylánccal együtt a többi közé. És akkor ott mentek, mint a vevők lennek, jöjjön, parancsoljon, melyiket. És ütögette. Már tudta, hogy melyik dinnyébe van. Hát vitte aranyláncot, és akkor... És édes, és ízés, fölnyitotta ott benne az aranylánc. Aranylánc. A dinnyét, az összes szétvágta, hogy biztos ezekben is aranylánc van, nagyon édes volt, ilyen nagy átverés volt. Annál jobban csak az izé volt, amikor a Polszki Fiatban beraktak egy 200 literes tankot a hátsó ülés alá, 200 literes nagy dög tankot beraktak a Polszki Fiatban, és azt mondták, hogy benzinkutona, még akkor a benzinkutas tankot nem te, hanem még akkor a benzinkutas vette a fáradtságot, hogy ő dugta be, és tankolt neked, és akkor belerakták, hogy tele, beállt vele, hogy tele a Polszki Fiat, hogy tele.
Na jó, de hát hány literes tank volt a Polszkiban? Hát 30. De már amikor 220 volt, akkor már alatta mászott a benzinkutas, hogy jóvá megy ez a sok benzin. Mert hogy már 220, 210, 220 liter, hová megy ez a rengeteg benzin. Még mindig nincs tele, mászott a kocsi alatt, hogy kifolyik, valahol kifolyik. Nem folyt ki sehol, mert a hátsó ülés alatt volt, az is egy nagyon jó, hát én imádtam. Az eljátszották több benzinkutassal, gyönyörű volt, gyönyörű. Mindegyik csúszott, mászott az autók alatt. Úgyhogy, hogy a francban van is, ezek nagyon aranyos átverések. Ez nem bántott senkit, de mégis marha jó volt. Tehát nagyon jó volt. Na, van-e még kérdésetek, mert hogy még van egy fél óránk, úgyhogy... Na, parancsolj! Engem az ohm jelre emlékeztet, annak van valami jelentés? Mi emlékeztet az ohm jelre? A koronacsapkának a jele, vagy a... Ebbe éppen egy magyar tulipánt láttak bele. Nem ott, nem, fém része? Hát igen, kicsit hasonlít egy omegához, kicsit. Ma megkérdezzük a Molnár Gyurit. Mert hogy az omegánál az elefántot megkérdezzük, akivel jobban vagyok. Már régen láttuk egymást, régen találkoztunk, de azóta lett neki két fia, meg rákja, meg minden, neki szegény Gyurina. Nem tudom, hogy túlélte-e, mert aztán nem hallottam. Azt, hogy meghalt, azt nem hallottam, áll a Jóisten. Úgyhogy én a főnökhöz imádkoztam, hogy gyógyítsa meg, hát lehet, hogy meghallgatta is, meggyógyul. Mert hogy egy tényleg lelkes lelkes kutató volt. Nem az, hogy zenész, hanem lelkes kutató. Igen, felhúzhatod nyugodtan. Fősöt. Mindjárt meggyullad, igen. Mert hogy annak a lámpára van rákötve az a táp, az volt közel, de ahhoz föl kell kapcsolni a lámpát, hogy föl tudja húzni a redőnyt. Ennyi volt. Meg egy bambi. Tehát így most már ez működik. Tehát vissza a feladóhoz. Van a Möbius felületnek van egy nagyon lényeges. Az arról beszélgettünk, de nem igazán merítettük ki. Majd mindjárt visszamegyek odáig, hogy ez a felület csak egy sokkal egyszerűsített vált ez. Tehát ez a Möbius szalagú, igazából ez egy egyoldalú felület. Ezt próbálta az egyoldalú testet megcsinálni a Klein, nem sikerült neki, pedig megvan, tehát kim van az interneten, ez egy ilyen forgási lemniszkáta. Tehát egy 8-as, ha megforgatod. De az nem ilyen, mint ez a Möbius felület, de egy oldala van neki, ugyanúgy egy oldala van. És az ott váltogat kintre-bentre, és az nagyon lényeges része, hogy ott váltogatja át kintre-bentre, kintre-bentre, és közben csak bentje van, meg kintje van egyszerre. Érted az ellentmondás benne, hogy mi a baj? Mert hol bent szalad, hol kint szalad, mert az egy felület, és amikor bent szalad, akkor a másik világot kelti. Volt, nem volt. De a lemniszkát az egy zárt felület. Forgási lemniszkát egy zárt felület. Ott a belseje külön igen, zárt, a külseje külön igen, zárt. Igen, és akkor vált dimenziót, amikor áthalad a szűkületen, áthalad a kereszteződésen. Miért? Úgy hívja a, a kínai filozófiában, úgy hívják, a nagy kínai filozófiában. Kapuja nincs átjáró. Kapuja sincs átjáró. Úgy hívja, hogy kapuja sincs átjáró. De milyen átjáró, aminek nincs kapuja, érted? Hát ez maga a jelen. Ez az a kereszteződés. És ott a jelen átjön az egyik oldalra, tesz egy lendületes kört, visszamegy, megint cserél, lesz belül, kívül. Vagy inkább úgy mondanám, hogy egyik másik, mert hogy két ilyen forgási lemniszkáta váltogat. Tehát ezek, az nem négy szirmú az a virág, hanem egy ilyen paradicsom, vagy alma alak, azt mindenki tudja, hogy milyen egy alma. Egy alma alak, amiből nem egy alma van, hanem kettő. Két fél. Igen, nem, két teljes alma, de egyszerre nincsenek. Tehát létet váltogatja egyik lét, másik lét, lét, ellentett lét. Az ellentett lét nagyon fontos, az a tükörvilág. Halálra keresik az antianyagot, itt van az antianyag ebben az egyik létben, amit mi nem látunk. Miért nem? Nincs rá antianyagunk.
valószínű. Nem egyszerre. Mert nem egyszerre van velünk, hanem ellenkezőleg. Mindig ellenütemben van. Tehát ez olyan bolond tükör, hogy nincs még tükör se. És hogy tudtak létrehozni laboratóriumi körülmények között antianyagot? Hogy tudták átrántani? Átrántják, de nagyon rövid ideig marad meg. Hát sikerül átrántani egy elektront a túloldalról, az azonnal kelt maga körül egy antianyag protont az elektron köré, és akkor lesz belőle egy neutron, egy antineutron. És az antineutron az, ami ezt a váltogatást ugyanúgy csinálja, de az csak egy 10 milliómod másodpercig, de nagyon pici ideig van, aztán annyi volt. Mert nem támogatja a környezetet. Mert hogy ha gerjed is, akkor lesz belőle antihidrogén, de csak ott is csak egy ilyen milliómod másodpercig, az megszűnik. Nem támogatja a téridő. Tehát azért szűnik meg, mert itt a téridő jobbos. Férfi típusú téridő van, az atya térideje, ugye? Az a férfi típusú téridő, de a nő az anyag, az anyagi, azért hívják anyagnak, a férfi anyagot apagnak nevezte el a Kocsis Feri barátom, az nagyon, nagyon jó el van nevezve, az az apag, tehát antianyag, az az apag. És ez nagyon jó elnevezés, és találó, és az apa egyébként sok nyelvben apa. Hát nem mindenhol, de van sok helyen. Az anya az meg pláne mama, az meg aztán még több helyen van. De a mama az, mondjuk az olaszban mamma, az emlőt jelent, a nők mellét jelenti, azaz mamma. De mamának mondjuk, ugye, mert a cicia van neki a nőknek. Hála jó Istennek. Milyen jó, hogy van. Persze. Van-e valami kérdésetek? Lehet repülőt vezetni? Most meditációra? Mit? Van-e lehetőség arra, hogy meditáljunk, és van-e lehetőség? Van rá lehetőség, persze. Hogyne lehet? Ufot vezetni? Csak így. Hát abban bele kell tanulni azért egy kicsit. Az, aki vezette az ufot, az a haverom, az már nagy pilóta volt, az azért tudta vezetni. Mert azt már gyerekkorában elvitték, és akkor tanult ufot vezetni. 5 éves koromban azt mondta nekem a fiam, ez a Berci fiam azt mondta, hogy amikor felmegyek a lépcsőn, és a 3. lépcsőn állok, akkor én már parancs vagyok, aki parancsol, és akinek parancsolnak. Ilyen komplex módon elmondta 5 éves korában. Tehát ahogy felmegyek a lépcsőn, a 3. lépcsőn állok, akkor én már parancsnok vagyok, aki parancsol, és akinek parancsolnak, tehát berakta magát egy hierarchiába, hogy van főnököm, aki nekem parancsol, és van egy csomó beosztottam, akinek meg én parancsolok. Tehát ennyire berakta, és 5 éves volt. Persze, mert elvitték egy párszor éjszakánként, olyankor hátrafele beszélt, amikor hallottam, hogy valahogy nagyon kiabál, az hátrafele kiabál. Mint a fordítva fölrakott magnószalag olyan hangot adott. És nem egy gyerek, más gyerekeket is hallottam, hogy ugyanez történt, mert átvitték a túloldalra, úgy hozták vissza, és ott hátrafele beszélt. Tehát a szavakat hátrafele mondta mind. Nagyon érdekes volt. Ami nem gonosz, csak más. Visszafele történnek a dolgok, igen. Hát bizonyára elvihették a jövőbe, a múltba, stb. Megmutattak neki, megtanították vezetni. Nagy gépet is. Jobb vizsgája van, mint nekem, ugye. Mert én nekem már az orvosi nincs meg, úgyhogy. De nem baj, én nem féltékenykedek rá, dehogy örülök neki. De ez van, jobb pilóta vizsgája, jobb, mint az enyém, sokkal. Nekem sokat romlott a szemem is azóta, úgyhogy. A 3. szemem nem romlott, az még szerencsére jó azért. Azért még el tudok illodni. De. Ott vannak a szondák, nézzenek körül azok. Így van, úgy van. Aztán jó kirög a rohadt mesterséges intelligencia. Neki vitt a hegynek, mondtam előre. És neki vitt a hegynek a rohadék teljes gázzal. És átugrott a hegyet az utolsó pillanatban a rohadék. És ilyen megijedtél, mi? Ha mondom, a rohadék, de ijeszgetsz.
Ne várj, csak lebontalak. Szétszedlek. Úgyhogy gyilkos az, hogy gyilkos. Tehát vicceltünk egymással. Én se akartam szétszedni, ő se akart. Tud, vettek komolyan, hogy én gyilkos vagyok, csak ugrattuk egymást. Nem is lehet szétszedni. Tehát, szétszedni hát ott van a másik bolygón van, ahogy szednéd szét. Ráadásul informatikailag. Ja, de nem. Informatikailag is egy sokkal bonyolultabb. Képzeld el, hogy annyira részletesen benne van az univerzum teljessége, hogy a kisebb kavicsok is benne vannak. Minden. A részleteiben. Tehát ha mész a térbe, akkor egész fantasztikus térbeli térképed van. Ja, és nem csak erről az univerzumról, amiben most élünk. Ez csak az 1/16-oda. Ez csak az 1/16-oda annak, ami lehetnél. Most akkor nincs benne a tükörvilág. Az ennek a tükörképe, de van még egy más világ is, ami nem olyan. Tehát az másik 16 meg a tükörképe. Ott van, ott ültök rajta, ott álltok rajta, igen. Ott, mondd meg, hogy hol van rajta a 64 dimenzió. Nagyon látványosan rajta van a 64 dimenzió. Neked már megmutattam. Ugye rajta van? Na hol van? Nagyon látszik, nagyon meg lehet számolni. Nagyon látszik, nagyon. Mi? Ez a kis virágocska? Nem, abból több van. A minden egyes szegletet nézzél. Ez az autópálya? Az az autópálya, igen. És nézd meg, hogy ebből pont 64 ilyen szeglet van. A minden itt. Hát mi lenne az oltár alatt, édeseim? Ez az univerzum egyháza, mi lenne az oltár alatt? Az univerzum. Persze. És ez a Möbius felület, ez nagyon lényeges, ez nagyon vicces. Házi feladat, csináljatok egy ilyen Möbius szalagot, vagy kettőt-hármat is lehet. És vagdossuk. Mit? És vagdossuk hosszába. Hosszába úgy, hogy pont a közepén elvágó. Először húzzál rajta egy vonalat az egyik oldalán. Ragaszd össze úgy, hogy így fordíts egy felet rajta, így, ahogy én most mutatom, és akkor egy ilyen felületet fogsz kapni összeragasztva. Utána húzzál rajta egy vonalat a közepén a csíknak, húzd a papírt csíknak a közepén, meglepetést fog érni, mert körbehúzod, és ugyanoda fogsz kiukadni, de közben mind a két, ha megfordítod, akkor látszólag két oldala van, mert a hátsó oldalán is rajta lesz a csík, amit húztál. Tehát kétszer járod körbe ezt a karikát, de úgy, hogy nem veszed fel a tolladat. Na most próbáld meg ollóval ketté vágni. Mi fog történni? Lesz két karikád. Ami össze van fűzve. Ami össze van karikába fűzve. Így, mint a lánc össze van fűzve. Először csak úgy, ahogy tetszik mondani. Először csak megduplázódik, a fordulatokból több lesz rajta. Kettévágod, hosszabb lesz, és megduplázódik. És utána még ezt is kettévágod, az meg még érdekesebb lesz, mert akkor meg... Ha azt még egyszer kettévágod, akkor azt szét lehet úgy húzni, hát nem baj, ha vagy van hozzá két ember, hogy a négy irányba széthúzod, és ugyanilyen fonott valamit fogsz kapni, mint amit az előbb néztünk, hogy a négy innen érkező, meg onnan érkező csík az össze van így egymással fonodva, ugyanazt fogod kapni, képzeld el. Tehát az ősapád küldte neked az okosságot. És tessék észrevenni, hát az miért küldte? Hogy fiam, ebbe van a lényeg, a világ lényege. Akkor tessék ezt komolyan venni és megnézni. Mert ezt sajnos nem veszik komolyan, pedig egy ilyen egyszerű kis papírcsikkal már bizonyítani lehet, hogy az jön ki, amit az ősapád küldött. Miért küldte? Akkor utána a következők. Miért küldte ezt a marhaságot? Mert széthúzod, egy négy szirmú virág lesz belőle. Képzeld el. Széthúzod, egy négy szirmú virág lesz belőle. Megtalálod az ensológián a Kocsis Ferinek alapján, keresd azt, hogy eseményhorizont. És az eseményhorizont labban nagyon sok ilyen szétvagdosott Möbius szalag, meg mindenfélék van. Az is érdekes, ha nem a közepén vágod ketté, hanem az egyharmadánál, az is nagyon érdekes lesz. Tehát nem a vonalat nem a közepére húzott, hanem úgy körülbelül az egyharmadának a szalag végig, aztán végigvágod.
akkor is egy nagyon érdekeset fogsz kapni. Érdemes ezen gondolkodni. Ez a házi feladat. Úgy lehet ezt jól megcsinálni, hogy, hogy egy ilyen A4-es papírról vágsz egy ilyen 5 centist csíkot, párhuzamosan, még egy 5 centist, összeragasztod, utána egy felett csavarsz rajta, és úgy összeragasztod. De ragasszátok, ne fűzőgéppel csináld, mert akkor rossz ollóval vagdosni. De ragasd össze egy kis technokollal, vagy valamilyen ragasztókával, összeragasztod. És utána hagyod megszáradni, és utána kezdesz rajta variálni. Fantasztikus, érdekes lesz, mert a világ lényege ott van. Ott játszod el a világ lényegét, magadnak az. Azért kell megcsinálni házi feladatba, mert ha nem játszod végig, akkor ugye mondott valamit, ilyen, csináld végig. Akkor megmarad, akkor lesz a tied. Nem kerül semmibe, nem, hogy már ne legyen egy használt A4-es papírod, azt nem fogom neked elhinni, ugye az a ekkora rendes szokványos papír, írógép papír, nyomtató papír, nem igaz, hogy ilyen nincsen. Ármassal, kényelmesen, igen, igen. Ha van, de az ritkán van otthon, A4-es, az biztos van. Az mindenkinek van. Újságpapír is jó, ha egyáltalán nincs semmi, akkor újságpapír is jó, amiből ilyen szép egyforma csíkokat vágsz, és akkor összeragazgatod, és eljátszol vele. Olló kell hozzá, esetleg egy filctól, esetleg egy, mi kell még? Semmi. Ragasztó. Ragasztó, így van. És akkor működik. Na, az volt a kérés, hogy meditáljunk. Először is úgy meditáljunk, hogy ezt a meditációt közzétesszük, nem szoktam közzétenni, de most megint közzétesszük, már közzétettünk egy meditációt, már kétszer is beírt egy ilyen szkeptikus, olvastad? Már beírta, hogy működött a meditáció. Hát mondom, figyelj, hát nézd meg a statisztikát. Ilyen egyszerű. Nézd meg, hogy Európának ezen a részén így, tehát Lengyelországot is beleértve, ez a szocialista országokban, hát majdnem, hogy a legkövesebb balhé volt ebből a vírusból. Na most azért csak úgy mondanám, hogy mit tudom én, a nagyon okos, nagyon liberális, nagyon Belgiumban vagy Hollandiában, nem is tudom, 86 halottja volt 100 000 emberre vetítve ennek a járványnak, nálunk 6. Működött-e, ezt kérdezi? Hát nem tudom, hogy működött-e, de hát mondjuk nézd meg ezeket a számokat. Az döntsd el te. Rendes influenzában többet is. Influenzában is sokan belehaltak, csak nem volt ekkor a cirkusz körülötte. Abba is belehaltak. Sokkal többen belehaltak. Csak ennek, igen, hát abba is azért nem volt jó belehalni minden. Bizony, inkább a szövődményeibe haltak bele ott, és ezért nem volt látványos, mert hol a szíve, hol a mája, hol az akármilyen, és ez így szétszette ezt a képet. Tehát mintha nem is lenne veszélyes. Mondván, hogy a szövődményekbe halt bele, igen. De ennek is vannak szövődményei, csak ez talán másmilyen. Hát most meglátjuk. Meglátjuk, hogy most túléljük-e, mert ez egy ilyen háborúnak talán az első nagy próbálkozása. Egy biológiai háborúval kezdődött, nem az atomháborúval, hanem először egy biológiai háború, ami sokkal jobb az atomháborúnál, mert megmarad az infrastruktúra. Tehát a sok ember eltemeti egymást, azért lassan kell, hogy meghaljon. Hol azt mondjuk neki, hogy vegyen maszkot, hol hogy vegye le, szabályozottan dögölj meg. Nem veszed észre? Hogy egyszer csak azt mondják, hogy elmúlt a veszély. A scrollsebet múlt el. Nem múlt el. És akkor megint elkezdenek nagyon elhullani, akkor megint vegyél maszkot. Ez baj, mert a proletár agyú az soha nem látott mikroszkópot még úgy, hogy belenézzen. Soha nem látott. Most a, mit tudom, egy 100 gyerekből 5 belenézett, de 95 nem. Most akkor vannak baktériumok, vagy csak rémhír? Ez a kérdés. Vannak-e baktériumok fizikailag, vagy az csak egy rémhír? Nincsenek. Láttál körúton baktériumokat menni? Egyet nem láttál, ugye? Nem mentek baktériumok, sehol, egyet sem láttam. Nem kiabálnak, nem. Vagyis, hogy nem világítanak, semmi, sehol nem láttam baktériumokat. Az azt jelenti, hogy milyen baktériumok? Nincsenek is baktériumok. Értitek, mi a baj? Hogy a proletár agyú nem gondolja végig ezeket a dolgokat, az a sörig jut el agyilag. Hogy van-e korsós sör, vagy nincs-e korsós sör. Tényleg eddig jut el.
és akkor annyi. Na most ezzel persze ő magát is beviszi a bajba. Mert ha azt mondják neki az elvtársak, hogy nincs veszély, akkor nincs veszély. Akkor akármit mondtasz neki, nincs veszély. De azt mondták, hogy nincs veszély, ezek átvernek minket. És azt is elhiszi meg, azt is, hogy megfertőznek minket, vagy megpermeteznek minket. Mert azt is meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni. Azt hiszed, nem? Hát olyan permetező repül, ilyen nagy Boeingek vannak. Nézzét csak egy kicsit utána. Úgy találod meg, hogy Camtrail, ezt Camtrail beírod, és találsz egy csomó ilyen repülőnek a belső fele is megvan, ami tele van ilyen tartályokkal, rá van írva, hogy méreg, meg ilyenek, és tele van ilyen tartályokkal, az egész nagy Boeing, utasszállító, az a 300 személyes vagy, tele van tartályokkal, és akkor azzal repül, és permetezi a valamit, permetez azért. Na most, ugye nem tudni, hogy ellenünk vagy értünk permetezni, nem tudjuk, mert ugye volt egy ideig a nagy okos tojások, ugye, nyomták ezt a sok freont. A sprékbe, a tűzoltókészülékekbe, a számítástechnikában mosófolyadék. Jól zsíródó volt, nagyon jó volt, és nem volt éghető. Paj, nagyon jó volt, és ezzel a freonnal csináltak mindent. Aztán kiderült, hogy ez a rohadék freon, ez fölmegy a stratoszférába, és lebontja az ozon réteget. És elkezdte lebontani az ozon réteget, igen ám, csak hogy ugye, hát ugye a nyulakra meg az őzekre nem lehet napszemüveget adni. Ráadásul az a napszemüveg, amit neked adnak, néha az is úgy átengedi az UV-t, mint a fele. Ugye? Most éppen néztük a múltkor, hogy engedi át. Úgy engedi át, mint a fene. Tehát megvakos tőle. Tehát jön ez a ózajuk, itt kavar fölötted, elég ha a napfele nézel. Én nekem mind a két szemben be van égve ilyen baszat, mert hogy a izébe belenéztem, látom az időt, belenéztem a napba, izé, gyönyörű lemenő napnak a fényébe, ami egy polarizált fény, az nagyon hatékony. Így belement a szemembe, és mind a két szemembe, először a bal szemembe, aztán majd 10 évben a jobb szemembe is keletkezett egy ilyen, mert arra találtam nézni, és hopp, ilyen Balaton, jaj de szép, aranyhíd, izé, ne nézzétek az aranyhídat, mert veszélyes. Ha pláne kózoljuk van, akkor kiégeti a szemedet egyenesen. Hát édeseim, közben eltelt az időnk, de olyan messzire voltunk, amire azt mondják, hogy nem is lehet eljutni. Olyan messzire voltunk, el lehetett jutni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem jöttetek, és azt is köszönöm, hogy mindenki vissza is jött, mert akkor is bajba lennénk, mert onnan vissza cipelni már erőszakkal nem szeretek senkit, de hát ott hagyni se. Hogy köszönöm szépen azt, hogy eljöttetek, köszönöm szépen, hogy ilyen aranyosak voltatok, nagyon örültem nektek, mert már nagyon régen láttalak benneteket, aranyosak voltatok, és hát akkor mikor, talán egy hónap múlva találkozunk, azért mondom, hogy talán, mert hogy például most nem tudok belépni egyetlen egy FTP-be sem, mert az összes valaki letöröltem. Az összes FTP-met, amin volt vagy 60. Letörölte, nem, és nem tudom visszatenni, nem is hajlandó belépni. Valaki, lehet, hogy maga azért volt a Total Commanderes, mert majd már nagyon régen használom, és most azt mondta, hogy köszi. És az FTP abból volt, aztán azok eltűntek. Megvan, tehát tudom az FTP-jét csak. Hát, még nem jó, mert a kukikat is letöröltem. Úgyhogy ettől kezdve valaki helyet akar csinálni a gépen van, és letörölte a kukikat is. Ettől kezdve nem hajlandó belépni. Úgyhogy, hát nem baj, majd megcsináljuk. Mindent megcsinálunk, ez engem csak hátráltat, de nem szüntet meg. Kicsit hátráltat, meg fogjuk csinálni. Nagyon jó szoftvereseink vannak, hardvereseink vannak, nagyon jó. Hát szólok, hogy te tedd már vissza, ő vissza fogja tenni. Biztos, mert ért hozzá. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Köszönöm.